Köszöntöm kedves nézőinket! Október 2-ától egészen október 5-ig várják a felnőtteket, gyerekeket egyaránt, illetve a turistákat és az ide látogatókat Pákozra, illetve Sukoróba, az Arborétumba, amely szeptember 22-én egy vadasparkkal és egy madárröpdével is bővült. Ezzel fogunk foglalkozni mai műsorunkban. A 21. Erdők Hete alkalmából több helyszínen szerveznek foglalkozásokat a természetkedvelőknek. Az országos programsorozat által az állami erdőgazdaságok október 5-ig várják a látogatókat különféle programokkal. A héten több izgalmas programban lehet része a kikapcsolódni vágyóknak az Országos Erdők Hete programsorozat keretében. Kedden ingyenes szakvezetés várta a budapesti diákokat a megújult Pákos-Csukorói Arborétum és Vadas Parkban. A téma azért is volt a gyerekek számára izgalmas, mert nem csak a növényekkel ismerkedhettek meg, hanem az új Vadas Parkkal is, madárröbdével. Hogy miért is fontos környezetünk megismerése és annak védelme, már a gyerekek is tudják. Én igazából olyasmikre számítok, ami ilyen érdekességek, hogy esetleg ritka növények, meg olyan állatfajok, amiket lehet, hogy még eddig nem láttunk. És utána néztetek esetleg már a suliban, Budapesten? Hát nem, csak otthon, és néztünk képeket, és szerintem biztos érdekes lesz. És téged mi érdekel itt? Hát engem is az állatok, meg a ilyen növények, amiket még sose láttam, meg ugye hát állatokat is. Szeretem az állatokat is, akkor, hogy ilyen lehet, hogy vannak olyan fajok, amiket még nem láttam. Mert az állatvédelemmel is szerintem kapcsolatos, meg hogy tudjuk, hogy milyen állatok élhetnek itt nálunk a Magyarországon. És hát így a környezetünkről is többet tudhatunk meg, szerintem. Az állatokat én nagyon szeretem, és itt különleges növények vannak. És Budapesten nem annyira szerintem. Tudjátok-e azt, hogy mivel fogtok itt találkozni, hogy esetleg beszéltetek már erről az osztályfőnökkel? Hogyha nem, akkor mi az, ami érdekel téged? Hát azt beszéltük, hogy lesznek különleges madárfajok, de annyira sokat nem beszéltünk róla, mert az iskolában is van elég dolgunk. Engem a főleg a különleges növények érdekelnek. Így tehát testközelből figyelhették meg a vadakat a nebulók, vagyis az órán tanult elméletet a valóságban is megcsodálhatták. Az erdők szerepének, fontosságának, az erdők, tehát mind közjóléti, mind védelmi és gazdasági funkcióra hívjuk fel a figyelmet. Ugye a célközönség elsősorban általános iskolások, óvodások, fókuszál, főként azért, mert ugye ők a legfogékonyabbak ugye a természet szeretete iránt, tehát sőt az általános iskolások még inkább, mint az óvodások. Óvodások már azért ismerkednek, tetszik nekik egy-két dolog, de nem értik, tehát nem látják át még annyira lényegébe, tehát lényegi elemeiben az egészet. Az általános iskolások viszont már így visszakérdezgetnek, tehát főleg a harmadik osztálytól fölfele látom azt, hogy egy inkább fogékonyabbak, tehát természet szépségének az ismerete iránt. Tehát nem csak a külcsín érdekli őket, tehát amit látnak, hanem az, hogy az egésznek a működése, hogy mi miért van, mi miből következik, és hogy épül egymás az egész rendszer. Az Erdők Hete program sorozat keretében mi várja itt a gyerekeket? Hát a program sorozat keretében ingyenes szakvezetés, tehát annyi, hogy belépői egy megváltása után, ugye, hogyha van igény, akkor kapnak egy kis foglalkoztató füzetet is. De egyébként maga szakvezetés az ingyenes. Általában 25 fős csoportokra pontva történik ez a dolog. Másfél órás nagyjából egy szakvezetés, ami ugye bemutatja a hegység, tehát Velencei hegység és a Velencei tó élővilágát, növényzetét, állatvilágát. Ugye ez fent történik főleg a Time Museumban, a kis teremben a Velencei tó élővilága kerül bemutatásra a nagy teremben Velencei hegységé. Középen van egy kőzetbemutató, aztán van egy halászati múzeum az emeleten. Ott a nádgazdálkodásról, halászatról, ugye, ami már a múlté, szinte már országszerte, nyertek betekintést az érdeklődők. Aztán egy rövid sétával elérjük a kilátót, egy 12 méter magas kilátó, ami 2000 óta áll területen. Egy szép panoráma nyílik ugye a Velencei tóra, Velencei egységre. Tehát ugye az ismertetés keretében tehát az elhelyezkedése a
területnek hol történik, ezt tudtam bemutatni. Aztán tehát a Velencétó kialakulásáról, főbb vízfolyásokról, aztán a hegységről magáról, maga az arborétum hol terület, mekkora területű. A növényzet, ugye a kopárfásításokra szoktam szót ejteni, ugye amit ezen a területen állunk most, itt ezelőtt 60 éve egy kopár birkalegelő volt, tehát egy erdő, tehát gyakorlatilag semmilyen erdő nem volt található. Aztán, hogyha van idejük esetleg még az osztályoknak, akkor egy 9 állomásos tanösvénytúrán is részt vehetnek. Hogyha belefér az idejükbe, ha nem, akkor esetleg a vadasparki részleget tudják megtekinteni, amit szeptember 22-én került átadásra. Itt 5 emlősfaj tekinthető meg, ősz, gímszarvas, dámszarvas, muflon és vaddisznó. Ezen kívül van egy madárübdénk, ahol közönséges fácán, királyfácán és vadpulykák láthatóak. Ez valószínűleg jövőben bővülni fog még jó pár fajjal. A háttérben már hallható a gyermekkacaj. Honnan érkeztek a gyerekek erre a mai programra? Budapestre érkeztek. Körülbelül 50 fővel. Ez gyakorlatilag holnap is nagyjából ez lesz a program. Tehát, tehát a Erdőkete programsorozat keretében naponta 10 és 13 órától tartunk szakvezetést. Gyakorlatilag telítettek ezek az időpontok. Úgyhogy hát reméljük, hogy a jövőben is így lesz, így marad. Hogyan kell elképzelnünk a jelentkezést? Előzetesen kell bejelentkezni az intézményeknek, vagy hogyan történik az, hogy a programra ellátogathassanak, illetve hát, hogyha csak az arborétumot szeretnék megtekinteni, akkor hogyan kell ezt elképzelni? Így van, előzetes bejelentkezés alapján történik, tehát az, hogy honnan jönnek, kik jönnek, hányan, hány kísérővel, mit szeretnének pontosan. Ilyenkor kapnak egy kis programfüzetet is, illetve egy foglalkoztató füzetet, amit kitölthetnek a szakvezetés végéig, vagy éppen utána, ahogy tetszik. Hát ez egyénileg változik, hogy ezt kinek mennyire ajánljuk. És azért azt gondolom, hogy szezonálisan minden évszaknak megfelelően tartogatnak érdekességet a gyerekeknek, illetve felnőtteknek, érdeklődőknek, turistáknak egyaránt. Meddig lehet ide ellátogatni önökhöz, illetve milyen időközönként, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? Tehát ha éves szinten nézzük, március 15-e, vagy előtt, valahogy hétvén, attól, hogy esik, onnantól kezdve itt vagyunk november 1-ig hivatalosan. Aztán időjárás függ a dolog, tehát akár november közepéig is nyitva tartunk. Naponta 9 órától 18 óráig vagyunk nyitva, kivételt képeznek a hétfők, és a, ha csak nem, ünnepnapra esnek, mert ugye a húsvét hétfőn, pünköst hétfőn nyitva vagyunk. Így tehát az arborétum ma már megújult formában várja az érdeklődőket, és a VADEG ZRT is fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körben kihasználjuk a természeti adottságokat. Majoros Gábor igazgató híradónknak korábban azt nyilatkozta, egyre nagyobb az igény az ilyen és hasonló jellegű látogatóközpontokra. Olyan mértékű az iparosodás, a közlekedési túlterhelés, hogy hatalmas az igény ezekre a látogatóközpontokra, ezekre a kikapcsolódási lehetőségekre. Ezért nekünk ez egy küldetés is, hogy a szakmánkat, a természetet megismertessük a lakossággal. Az elsődleges célcsoport ugyanakkor a gyerekek és az ifjúság, hogy őbennük tudjunk egy olyan indítatást késztetni, hogy a természetbe bátran jöjjenek ki. Kiknek és pontosan milyen kezdeményezésnek köszönhető, hogy létrejöhetett ez itt Pákozdon? Az arborétumunk már nagyon régen, közel 50 évvel ezelőtt létesült. Erdőmérnök elődeink hozták létre. Most a tulajdonosi joggyakorló földművelési minisztérium támogatásával és saját forrásból az erdőgazdaságunk hozta létre azt a vadasparkot, aminek az avatásán vagyunk. Tesseli Zoltán országgyűlési képviselő korábban hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek még több időt töltsenek a természetben. Így elsősorban őket szólítja meg az új szabadidőpark. Mindannyian tudjuk, akiknek saját gyermekeink is vannak. Én nekem a rendes hivatásom az tanár, hogy hát a gyerekeink egyre többet foglalkoznak azokkal a kütyükkel, ami nagyon sok mindent meg is találnak, és nyilván szórakoztatja is őket.
biztos azon is vannak nagyon szép természeti képek, amiket lehet csodálni. De hát lehet, hogy régi vágásúak vagyunk, de én nem hiszem. Szerintem azt az élményt ezeken a elektronikai csodákon keresztül nem fogják tudni megtapasztalni, mint a természetben, a való életben. És ezért a gyerekeket fontos már az iskolában arra nevelni, hogy ez jó, hogy ő is úgy érezze, hogy ez egy élmény neki. Nagyon fontos szerintem ebben az erdei iskolák, azok a programok, amiket az erdőgazdaságoknak, mint társadalmi szerepvállalás végezniük is kell. Ebben valóban itt Fejér megyében a Vadex élen jár, de a gyermekek különben elhozzák a szülőket is. Úgyhogy így összeér a dolog, mi szeretnénk felnőttek a gyerekeket rávenni arra, hogy a természetbe szívesen és nyitott szemmel járjanak, és hogy hogyan is kell, hiszen a gyermek, aki szavalt az erdő fohászát, az pontosan azt mondta el, amit mi szeretnénk, hogyha egy gyermek az erdőben, hogy akkor ne kiabáljon, mert azt tudni fogja, hogy akkor nem látja a vadat. Ne szemeteljen, mert ott nem azt kell, és sorolhatnánk, hogy mi mindent nem lehet, és hogy miért tiszteljük ezt a közeget. De hogy elnök úr elmondta saját tapasztalatát, hogy őt is a kicsi gyermekei hozták el ide is, hiszen meg akarta mutatni, lehet, hogy elnökként már nagyon elfoglalt, de mégis a gyermekkel eljön. Úgyhogy szerintem a gyerekeken keresztül felnőtteket is meg lehet szólítani. És a következő napok is izgalmas élményeket tartogatnak a gyerekek számára, azonban a programra előzetes regisztráció szükséges a képernyőn látható telefonszámon. A Pákozd, Sukurói Arborétum és Vadaspark mellett Soponya is csatlakozott az Erdők Hete országos kezdeményezéshez, így az Ökocentrumban csütörtökön 10 órától 13 óráig a 4. osztályos tanulóknak tartanak erdei iskolai foglalkozást, melyben lesz majd óriástársas, kincskereső feladat és nagyvadkerti megfigyelés. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes, viszontlátásra!